Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon reggelen, délutánon. A mai nap nem a legszebb, képzeld el, legalábbis számomra. Összetörött az autóm, ahogy a hírekből, nem hiszem, hogy ez benn volt a hírekben, de a videónak a címéből valószínűleg már tudjátok, és csak beszélek össze-vissza. Kora reggel van, egész pontosan nincs is kora reggel, csak a fejem még mindenhol van, 11 óra 36 perc van. Itt ülök az autóba, ugye, ahogy látjátok, és összetörött az autó, egész pontosan az eleje. Úgyhogy megmutatom nektek, hogy hol, mármint az autó, hogy hol, nem, hogy az autó hol törött össze, hanem melyik fele az autónak törött össze. És végülis nem olyan túl-túl vészes, de na minden. Úgyhogy mindjárt elmondom, hogy mi történt, hogy történt, csak megmutatom a kárt. És itt van a kár, ahogy látjátok, le lett pucolva, ugyanis az előbb már lepucolták, egy kicsit lejött róla itt a festék. Összetörött a lámpája egy kicsit, és nem összetörött, de jól megkarcolódott. Látod, mindenhol meghúzták az alját. Kijött a helyéről az eleje, felment ide, amit visszanyomtak az előbb. És ilyen. Most jöttem, csak ezzel indítom az autót nem sokára. Most jöttem az, nem a szerelőtől, ahol megcsinálják az autót. Ez tegnap történt, tegnap körülbelül dél fél egykor. És megnézték az autót, egy kicsit most megpucolgatták, próbálták leszedni, amit le lehetett róla szedni, nem tudom, meg visszanyomták az elejét. Addig én nem akartam, hogy egy bántani, nem akartam visszanyomni, és majd január 15-én kell hoznom, megcsináltatni, három napig tartani, megcsinálják, kicserélik a lámpát, meg mi egymást, ugye, lehet, hogy a lökhárítót azt mondták, vagy lehet, hogy csak megcsinálják, de na mindegy, végülis az történt, képzeld el. Még mielőtt elmondom, hogy mi történt. Ugye én rettentően vigyázok az autóimra. A parkolóban mindenhol olyan messze állok meg mindenkitől, hogy nehogy véletlen valaki ugye nekem tudja jönni, ami nem az én hibám volt, mert valaki nekem jött. És nem mástól, hol történt ez az egész, mint otthon. Képzeld el, otthon történt, fennálltam a feljárónkon, ugye a saját feljárónkon, és a szomszéd nekiment, neki tolatott. Én mérges lettem a szomszédra, azaz egy szerencséje a szomszédnak, hogy 95 évesen miért kell vezetni autót? Miért kell 95 évesen még mindig autót vezetni? Neki tolatod, beállt a parkolóba szembe, nem tudom mit csinált, hátrament, és bum, neki ment. Nem is hallottam, képzeld el, nem is láttam, nem is hallottam. Mentem kifele, körülbelül rá egy fél órára vagy egy órára, amikor történt, beülök az autóba, és a másik szomszéd kijött. Azt jelenti, hogy nálunk olyanok a szomszédok, hogy mindenki. Na, mindig minden szomszéd mindent tud, mert mindenki mindent lát az ablakon keresztül, és ő látta, hogy kiment neki, és ez a 95 éves másik szomszéd ment neki. Átmentem hozzá, bekopogtam, és nem is tudta az ember, hogy neki ment az autónak. Azt mondta, eljön, megnézte az autót, ő azt hitte, hogy neki ment egy fának. Mondom, ember, milyen fának, nincs is itt fa a közelbe. Ő hallott valami hupparást, de azt mondta, hogy lehet, hogy ő azt hitt, hogy a fának mennek. Én mondtam, nem a fának, az én autómnak. Úgyhogy egy kicsit mérges voltam. Mindegy, felhívta a biztosítóját, ugye. De ugye a biztosító kifizeti, mert nekem is van biztosításom, neki is van biztosítása, tehát a biztosító ki fogja fizetni, csak idegesítő, hogy a saját otthonodba, nem is a te hibádból, ugye, és rettentően vigyázok az autóidra, valaki neki megy. Na minden, engem rettentően idegesít. Tegnap ugye mérges voltam, jóval mérgesebb, mint most. Nem tudok vele mit csinálni, de ez van. De hogy 95 évesen miért kell autóba ülni, hogyha autóba is ülsz, akkor miért nem nézel, hogy hova tolasz, vagy hova mész? Na, közben a benzine is elfogyott, ugye kell tankolni. Na mindegy. Aztán később beszélek, később, mikor hazérek, vagyis most megyek hazafelé, beszélek a nagy döntésről, hogy döntöttem a katonasággal kapcsolatban, és a múltkor ilyen mondtam, hogy elmegyek katonának, vagy lehet, hogy nem megyek el, sokat gondolkodtam rajta, meghoztam a döntést a családdal együtt, erről fog beszélni nem sokára. Aztán menjünk az orvoshoz, ugyanis a Davis még mindig beteg, vissza kell neki menni ilyen ellenőrzésre, még én is egy kicsit beteg vagyok, bár már nem annyira, a Lucas is, tehát az egész család még mindig beteg. Nem tudom, mi van. Jelenleg 31 fok van, jön a vihar, nagy vihar. Úgyhogy megyek haza, ebédelünk, menjünk az orvoshoz, valószínűleg el kell menni a boltba, és majd megyünk moziba a Lucasszel késő délután, hogyha nem ér ide a vihar. Alig még hazérek, megmutatom nektek a Davisnek, hogy a Davis óvodába jár, és ma volt ez az óvodai karácsonyi koncertje. Énekeltek, hasonlókat ugye csináltak, próbáltam filmezni itt-ott, ahol tudtam, az volt a baj, a Davis a hátul állt a leghátsó sorba, és nem nagyon tudtam filmezni. Na minden, úgyhogy még hazavezetek, addig megmutatom nektek a karácsonyi koncertet az óvodába, hogy mi történt ma reggel, ugyanis reggel ott voltunk.
szerviz? Ha! Mit csinálsz? Megijedtél? Abban meg most tőle nem akartlak megijeszteni, ha olyan mondom. Jó vagy? Ilyenkor meg kell húzni a füledet, hogy... Nem? Te! Ja? Mit csinálsz itthon? Nem mész jobb, mert nem mész iskolába? Nem. Miért nem? Nincs vége az iskolának, ma van az iskolában az utolsó nap, csak a Lukasz úgy döntött, hogy ő nem megy ma iskolába, én meg mondtam neki, hogy jó van, hogy azért itthon maradt. Úgyhogy kezdődik holnaptól, nem holnap, hétfőtől, nem? Hétfőtől? Hétfőtől kezdődik? Jó. A, mi kezdődik hétfőtől? A hat hét, ahol én csak leülök és csinálok semmit. A nyári szünet, itt van a nyári szünet, hétfőtől a nyári szünet van mi nálunk. És az iskola mikor kezdődik? Január 29, ugye? Január ja, 29. 29-én mennek először vissza az iskolába. 6 hét. Ja, 6 hét nálunk a nyári szünet. Úgyhogy addig itthon leszünk, és nem tudom, hogy mit csinálunk. De minden máma dolgozunk az iskolába az utolsó nap. Nálunk nincsen évzáró, nincsen évnyitó, tehát nem úgy működik, mint Magyarországon, hogy ugye délután vissza kell menni felöltözni, meg ilyen. Semmi. Tehát hétfőn, ma mi van? Ma péntek van, ugye mi nálunk, mert egy nap előtt fülezem a videót. Hétfőn megkapták már a bizonyítványt, tehát az iskolába így odaadják nekik. És egész héten semmit nem csinálnak. Tehát nincs olyan, hogy bemész, és akkor ott énekelünk, meg nem tudom mit csinálunk, tehát nincs évzár, meg évnyitó. Vége az iskolának, aztán mindenki oda menjen, akar. Mikor elkezdődik, akkor meg mindenki visszamegy. Úgyhogy ennyi. De másképp működik. Emlékszek, hogy nálunk el kellett menni, felöltözni, fehér ring, fehér nadrág, vagy fekete nadrág, ugye évzáró, évnyitó. Meg felvonulás, meg kivonulás, meg még most is úgy működik, nem? Vagy most már nem? Azt lehet, hogy én vagyok túl öreg most már. Na miért? Amúgy nem más, hogy délután, mint a moziban, majd úgy néz ki, hogyha nem jön ide ez a nagy viar, azt mondták, a nagy viar lesz, nem más, hogy néz, mint a Spider-Man, ezt az új rosszímet. Hogyha minden igaz. A Davis is itthon van, ugye Nyuszi? Ja, mit nézünk? Az iPad-et valamit nézünk. Ilyen szép haja van neki, látod? Igen, megcsináltuk. És mit nézel ezen az iPad-en? Ez mi? Videó? Nagyon jó. Na miért? Ne indik kölyök. Most fogjuk és kifújjuk az orrát, aztán megemédelünk. Ja, meg majdnem elfelejtettem. Fel kell hívni a biztosítót, ugyanis ugye 3 napig nem lesz autóm, és addig kell nekem autó, úgyhogy kell egy bérelt autó. A biztosítót fel kell, hogy hívjam, és majd a biztosító intézve a bérelt autót. Azt mondták, hogy oda viszem az autómat, ugye leadom. Majd a taxi elvisz engem a kölcsönzőhöz, és a kölcsönzőnél fel tudom venni a kölcsönző autót arra pár napra, amikor végeztem, akkor visszaviszem az autót, aztán a taxi visszavisz és ennyi. Amúgy nekem az a szerencsé, hogy ennyi semmit nem kell fizetni. Mert nem az én biztosítom fizeti, hanem aki összetörte, amúgy ott lakik ott. Abban hát, nem lehet most innét látni, de ott hátul bent lakik az az öreg ember. Jaj te, na mit akartam? Ja, a fenyőfán gyorsan megmutatom, van új fenyőfánk, ugye karácsonyfánk. Ez nem olyan fánk, amit meg lehet tenni, tudod, nem ilyen karácsonyi fánk, de ilyen karácsony fa. Érted? Na mindegy, csak próbáltam vicces lenni. Oda néz, látod, itt a fa, ez a karácsonyi fánk, és így néz ki. Szaloncukor ugye nincsen rajta, most nincs bekapcsolva az ég, amúgy világít is. Nem ég, mert hogyha égnek, ugye leégne, azért csak világít este, hogyha bekapcsoljuk. Van ilyen szép sok tiszt rajta. Amit tegnap díszítettük fel a feleségemmel, még a Davis az óvodával, ott adjuk ezt még az iskolába, és gondoltuk, hogy haza, mire hazajönnek, hogy ilyen meglátjuk őket, és a Davis rettentően örült nekik, olyan mondom, leg lehet volna fülezni, ha meglát, hogy távol maradt a szája, és na minden, nagyon örült a karácsonyfának. Ez új, ez nem a régi, ez az újfajta karácsonyfa, ugyanis most lehet, hogy nem olyan régen, képzeld, le volt árazva fél ára, egy karácsony előtt, általában az emberek feldíszítik a karácsonyfát november végén, december első pár napján, és ilyenkor karácsony előtt egy héten már leárazzák, vagy két héttel fél ára leáraszták, és nekünk kellett egy új, úgyhogy szerencsések voltunk. Szerintem szép a fa, nem ugye a legszebb, mert nem igazi, de ilyen műanyagos, ugye nálunk csak ilyen van. Na, de most nem más csinálunk, mint lehet, hogy eszek, aztán telefonálok és megyünk az orvoshoz. Megevédeltem, aztán még mielőtt elindulunk, meg beszélek a katonasságról, ugye, hogy mi történik, meg mi fog történni. Egy csatornát szeretnék megemlíteni, ez egy autós csatorna, nem másé, mutatom, mint Tosnádi Sándoré, autóbeszerző. Ez az ő YouTube csatornája, és ha gondoljátok, nézzétek meg, kattintsatok rá és iratkozzatok fel. Jelenleg 53 feliratkozója van neki. Ugye néha meg szoktam említeni csatornákat, amikről gondolom, hogy jó, és ugye sokszor meg is kértek rá, hogy nem említenétek meg a
És kértek rá, hogy ne említeném meg ugye a csatornátokat, úgyhogy gondoltam, hogy a Sándor csatornáját meg szeretném említeni. Gondoljátok, nézzétek meg és iratkozzatok fel, elég érdekes videókat készít. Most pedig azt mondom, gyorsan elkészülünk és elmegyünk az orvoshoz, aztán közben vagy majd ott beszélek a katonaságról, hogy mi történik egész pontosan. Aztán meg kell protválkoznom, nézd. Elérkeztünk az orvoshoz, a Ér és a Lukasz itt maradt mind az autóval. Szerbusz, miért köszönsz te, Máj? Én nem tudom, mindig köszönöm. Nem tudom, mit olvasol? Valami könyvet olvas? Egy könyv. De milyen könyvet? Egy könyv. Egy könyvet, de mi a címe? Mutasd. Egy könyv. De mutasd, mi a címe? Nem látom. Az a címe. Na minden. Feleségem ugye bement a Davis-szel. Ugye megnézik ilyen ellenőrzést, hogy jó-e minden, de szerintem jó. Most már nem annyira beteg, ugye most már kezd jobban lenni, talán nem esik vissza. Úgyhogy beszéljünk a katonaságról. Ugyanis a múltkor ugye kérdeztem tőletek, hogy ti mit szóltok hozzá, valakinek van valami tapasztalata vagy nincs. És 95% a kommenteknek az, hogy az volt, hogy nehogy véletlen elmenjél katonának. Tapasztalatot körülbelül... pár embertől kaptam, tehát pár ember írt ugye tapasztalat, hogy mi az előnye, meg mi a hátránya, tehát mindenkinek meg szeretném köszönni, hogy azoknak is, aki mondta, hogy nem, hogy elmenjél, ugye nem lesz videó, és ugye ott valaki mondta, hogy miért kérdezed az 5 meg 10 éves kisgyerekeket, hiszed vagy nem, de sok ugye fiatal korosztály nézi a videóimat, tehát ilyen 5-10-12 éves gyerekek is, de a statisztika szerint a YouTube-ot néztem, és a legtöbben 25 és 35 év között vannak. Tehát nagyon sok ember nézi, ők biztos, hogy nem kommentálnak, lehet, hogy egy-kettő ugye a gyereke van ugye bejelentkezve az ő számán keresztül, és azért is mutatja, hogy ugye 25, és tegyük fel, hogy 30 éves az ember, a YouTube csatorna, aki az emberi, de az 5 éves kisgyereke nézi, én tudom azt, de hiszed vagy nem, nagyon sok idősebb ember is nézi, idősebb, mint ugye 10, és nem mindegy, csak gondoltam, hogy megosztom ugye ezt veletek. Döntöttem. Ugye múltkor mondtam, hogy megkaptam ezt a meghívót, vagy behívót, vagy nem tudom, micsodát, ugye, hogy be kell menni. Jövő héten kedden, vagy szerdán, nem is tudom már mikor volt. Kell írni egy ilyen tesztet, a leghasonló ugye dolgokat, de átolvastam az egészet, ugye nagyon sok mindenek utána néztem, hogy jó-e vagy nem jó, és nagyon sok jó oldala van, legalábbis én úgy hiszem, hogy úgy láttam, de nagyon sok, nem az, hogy rossz oldala van, de sok mindenben, ugye nem a legjobb, például ugye nem látod a családodat, na minden. Az a lényeg, hogy döntöttem, nem húzom tovább az időt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egyelőre nem megyek. Egyelőre itthon fogok maradni a családdal, ugye. Lehet, hogy a jövőben majd meg fogok vele próbálkozni, de egyelőre nem. Ugye, amíg a Davis nagyon picike, amíg ugye a Lucas is, és egyelőre nem megyek el. Amúgy lehet jelentkezni 17 és 55 év között, tehát hogyha 50 éves leszek még, akkor is jelentkezhetek, szervusz. Tehát nem vagyok ugye elkésve, úgyhogy nem kell aggódni, mindenki megnyugodhat. Nem megyek katonának egyelőre, egy jó pár évig. Elment ez a hangos motor. Úgyhogy itthon fogok maradni, és festek tovább valószínű. Most még nem más csinálunk, mint várunk. Az egyik olyan dolog, amit nagyon nem szeretek. Várni rettentően nem szeretek. Te szeretsz várni, Lukasz? Mit? Igaziból mire várok? Ha én várok, hogy megyek Disneylandhoznak, nem probléma. Ha várok semminek, akkor nem, most nem semmire várunk, a Davis-re várunk, hogy végezzen az orvosnál. Ugye 1:30-ra volt ugye időpont. Nem tudom, hogy Magyarországon hogy van, de nálunk ugye időpontot kell kérni szinte minden orvosnál, és úgy lehet idejönni. Csak az a baj, hogyha mindenki csak egy percet késik, és már volt előtted 30 ember, az már fél óra késés. A múltkor 45 percet kétrelek késett. És na minden. Én nagyon reméljük, hogy most nem fog késni. Hozzáérkeztünk végre, képzeld el, gyorsan elmentünk, vettünk kenyeret is. Úgyhogy most nem más volt sem, amit azt mondom, gyorsan lezvonyzok. Rettentően izzadós idő van, azt mondták, hogy jön ez a nagy vihar, ugye ott fönt éjszakon ilyen rettentő nagy vihar van, képzeld el. Van árvíz is, minden van, és most tart ide mifelénk, bármire idején azt mondom, hogy le fog gyengülni, mert mindig legyengül állítólag. Azt hiszem, hogy most kategória, nem tudom, 3-as vagy 4-es, nem tudom, azt mondták, hogy elég erős, de szerintem mire idején ugye nem lesz a viharból sok minden, bár esőt mond egészen jövő héten keddig. Úgyhogy nem tudom, mit fogunk csinálni, azért nem tudtunk elmenni hajózni se, bár mondjuk már nem is lett volna idő. Valószínűleg a hétvégén sem fogunk tudni elmenni.
Úgyhogy nem tudom, mit csinálunk. Hm? Dajmes, mit fogunk csinálni a hétvégén? A cégy tudóci. Ide, meglátjuk, mit csinálunk a hétvégén. Az biztos, hogy most elmegyek és leszvonyzok, mert ahogy mondtam, ilyen izzadós idő van, úgyhogy kicsit felfrissítem magamat, mert meg kell borotfálkozni. Nem borotfálkoztam. Általában 2-3 naponta megborotfálkozok. És 2 nap ezelőtt, vagy lehet, hogy már 3 nap ezelőtt borotfálkoztam. Minden. Mikor kezdődik a film? Várjál. Lukasz, mikor kezdődik a film? 5 óra mikor? 5 óra 10. 5 óra 10, úgyhogy akkor még van időnk. Van egy ilyen másfél óránk. Várjál. Azt mondja, hogy a PlayStation belet. Látod? Akárhányszor kikapcsolom, mindig bekapcsolom. Nem tudom, mi a baja. Meg ez is megy. Miért megy? Ups. Na, kikapcsolta. A PlayStation 3 állandóan kikapcsol, meg bekapcsol. Csinál ilyet is a tiétek. Ha van valakinek PlayStation 3-ban, nem tudja még miért csinálja. Fogalma nincs, most egy jó ideje kikapcsolod, bekapcsolod, egészen van. Néha kikapcsol, de legtöbbször ki kell húzni az áramban, és akkor teljesen ugye leáramtalanítja már, és semmi gond. Na minden. Úgyhogy, ezt a mai videót én itt most befejezem, ugyanis semmi érdekeset nem fogunk csinálni, kivéve, hogy lezvanyozok, aztán megyünk ugye a moziba. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, vagy szoktam mondani. Sziasztok!